Nehéz éven van túl az építőipar. 2015-ben több mint 6500 építőipari vállalkozást töröltek, ami minden korábbi évnél magasabb. A 2014-es adatoknál például 17%-kal, ami korábban szintén rekord volt. Tehát első ránézésre ugye ez egy elég negatív évnek volt tekinteti az építőipar számára. Van ez a nagyon magas megszűnési arány, de hogyha azon belül megnézzük például a felszámolásoknak az arányát, az körülbelül 2,4%-át jelenti az összes építőipari vállalkozásnak, ami országos tekintetben még egy magas szám, de mondjuk így a 2010-es éveket tekintve viszont már elég jó. Tehát azt lehet mondani, hogy azért sokat tisztult az építőipar, elég sok szigorító szabályozás volt. A szigorodó szabályozás hatására így belekényszerült egy ilyen szabályozottabb pályára az ágazat, és így az üzleti etika szintje is így kicsit így magasabbra került. Ennek ellenére azért még nem lehet egészségesnek nevezni az ágazatot. Elsősorban azért, mert a versenyszektor még csak éledezik ebben az iparágban, ugyanis egyértelműen a központi beruházások húzták az elmúlt egy-két évben az ágazatot. Gyakorlatilag elenyésző volt a versenyszektorból érkező megrendeléseknek a száma. Otthonteremtési program. Az építőiparral szemben. Lakásértékesítés áfája. Itt az áfa csökkentés és a családi otthonteremtési kedvezményprogram, azért ezek olyanok, amik ugye fél lábbal már ugye ott van mögöttük az állam, de azért valahol igazából a piaci beruházásokat ösztönzi. Ez egy nagy lendületet adhat az építőiparnak, és emellett, hogy az EU-s támogatási ciklus is újraindulhat 2016-ban, tehát azért van remény az ágazat számára. Ugyanis, hogyha azt nézzük, tehát a tényleges teljesítményadatokat, 2014 után 2015 teljesítmény tekintetében is egy rossz év volt az építőipar számára. Például a szerződés állományuk jóval alacsonyabb. Most ilyen 20-30%-kal kevesebb a jelenlegi szerződés állomány, mint 2014-ben. Annak ellenére, hogy az elmúlt néhány hónapban már az újonnan kötött szerződéseknek a volumene már növekedett, de összességében azért még több volt a kifutó szerződés, de a szerződés állományban is látszik ez az átstruktúrálódás már. Tehát amíg korábban egyértelműen ugye a speciális szaképítésben, tehát a központi beruházásokban voltak a komolyabb beruházások és megrendelések, addig most folyamatosan átrakódik a hangsúly az épületek építésére, ami már inkább mondható ugye piaci megrendelésnek, és ez látszik azokban is, tehát hogy az újonnan megrendeléseknek a volumenében a többnyire már az épületek építése dominál. Tehát mind a megrendelés állományban, mind a teljesítményben ugye fokozatosan megtörténik ez a változás, és ehhez adhat egy újabb lendületet 2016-ban, és majd rákövetkező évben a családi otthonteremtési kedvezmény. Az biztos, hogy meg fog ugrani a kereslet. Sokan fognak próbálkozni, nézelődni, érdeklődni. Az biztos, hogy lesz egy ilyen tapogatózó időszak, amíg nem fognak beállni az építőipari árak, az ingatlan árak. Ugye nagy eltérések lehetnek mostantól akkor az új építésű és a használt ingatlanok árában. Tehát sokan gondolkodnak. Az biztos, hogy lesz egy ilyen néhány hónap, amíg be fog állni, vagy akár egy fél év is, vagy egy év is, mire egy ilyen egészséges, kiszámítható pályára fognak állni a megrendelések. És ugye az szükséges ahhoz, hogy az építőipari beruházók is, meg a megrendelők is hosszú távon tudjanak tervezni, és ez feltétele egy ilyen egészségesebb, fenntartható fejlődésnek. Egyes operatív programoknak vannak olyan elemei, amik hatással lesznek az építőiparra. Ezek azért többnyire 2016 második fél évben, és inkább 2017-ben fogják éreztetni hatásaikat. De ezek is olyan dolgok, hogy most zajlik valószínűleg a nagy építőipari vállalatoknál is, meg a beruházóknál is a tervezési időszak, és ennek azért kell némi átfutási idő, mire át fog kerülni ténylegesen a megrendelés állományba, majd később a teljesítménybe. Vannak pozitív jelek a szektorban, ugyanakkor még mindig azt kell mondani, hogy az ágazat az a magyarországi tekintetben az egyik legproblémásabb szektor, tehát azért még van hova fejlődniük a cégeknek a szektorban.